Történelmi pillanat itt a napindítóban íme egy világbajnok madár, illetve a rendkívül izgatott Joker, és már megyek is ide még hozzá az asztalhoz, mert hogy 62 érem, 32 aranyja közte, ez a 71. ornitológiai világbajnokságon a magyar mérleg, rengeteg érem itt már az asztalon, akik pedig szerezték, azokhoz fordulok is, és egyben gratulálok. Jó reggelt kívánok Hamza Köszönöm. Zoltánnak, a Pannónia Díszmadártenyésztők Szövetsége elnökének, illetve Bencsik Dominiknak, aki pedig a Szegedi Díszmadár Egyesület tagja vezetője. Még egyszer köszöntelek titeket, és gratulálok tehát ezekhez a Köszönjük fantasztikus szépen. sikerekhez. Köszönjük. Mi történik egy ornitológiai világbajnokságon? Hiszen azért 62 éremről beszélünk, ezt a 32 arányról, akkor gondolom van jó néhány kategória, de milyen is egy ilyen világbajnokság? Igen, hát ezen a legutóbbi világbajnokságon 21 ezer, több mint 21 ezer induló volt, 19 országból, tehát ennek fényében is különösen szép az az eredmény, amit a, a magyar csapat összegyűjtött. Egyébként mi ezt a, az ornitológiai világbajnokságot és egyáltalán a saját kis hobbinkat azt azt, hogy már-már sportnak tekintjük, ami ami egy ilyen egész éves felkészüléssel jár. Nyilván szem előtt tartva a, a felelős állattartást is, hiszen például csak mi kettőnknek szerintem összesen van, vagy 600 madarunk. Nekem konkrétan ilyen 250, és ilyen gyerekkori álomként mindenféle mindenféle nehézséget legyőzve egész évben dolgozunk ezekkel a kis tüneményekkel, és hát egy nagyon, nagyon izgalmas hobbi, ami azt gondolom, hogy már gyerekkorban megszerettetve az állatokat egy, egy sokkal felelősebb felnőtt kort vetít elő, úgyhogy... Kicsak, ő a joker? Ő, ő a joker volt. A, a, a világbajnok. Igen. Hallhattunk egy világbajnok madarat beszélni is, ahogyan ugye a madár kommunikál, levente pedig ott ül a karodon. Ezen a világbajnokságon ilyenkor azt nézik, hogy milyen szép egy példány, vagy mit tud akár, miben Mondhatni lehet egy, valaki világbajnok. Egy kiállításon, és akár nem csak világbajnokságon, hanem magyar bajnokságon is. Igazából ez egy szépségverseny. Ugye jönnek a szakmai bírók, megnézik, hogy a madárnak milyen a tollazata, milyen a lába, milyen a mérete. Nagyon sok szigorú szempont alapján bírálják ezeket a madarakat, meg vannak ugye a különböző kategóriák és ez alapján, és igazából ez a madaraknak egy szépségverseny. És ugye hát a leg, legszebb tud nyerni, ahhoz, hogy egy madár egy első helyet elhozhasson, de még egy harmadik helyhez is, a 100-ból legalább 90 pontot viszont hoznia kell. Ha nem ér el a 90 pontot, akkor pedig ugye nem kaphat helyezést. Hogyan zajlik a felkészítés egy ilyen világbajnokság részen? már más sport, vagyan hallottuk is? Igen, igen, hát tényleg nagyon fontos, hogy minden egyes tolla úgy álljon a madárnak, ahogy az kell, és, és nyilván ahhoz, hogy egy madár jól nézzen ki, ahhoz, ahhoz felelősen is, és jól kell tartani. Nekem standard hullámos papagájaim vannak ők, Oh. Ők versenyformában így néznek ki. Az igen. Ő például egy világbajnok, és ő is. Tehát itt, itt egyébként még, még fürdetés, meg, meg mindenféle smi, fodrászat nincs. Hát fodrászat nincs, mert mert ollóval nem szabad a tollukhoz hogy hozzáérni, de, de minden, ami, ami ahhoz kell, mint például egy egy kutyusnál. Tehát, hogy, hogy rendezetnek kell lenni a farok. Végétől a feje tetejéig, tehát hogy, hogy szépen kell tartani a madarat tulajdonképpen, és fontos, hogy ő, ő jól érezze magát a bőrében, és ez egy ilyen kiállításon látszik, hogy ezek a madarak, ezek boldogok. Akkor nézzük azokat a pólókat is. Ez most egyébként egy Pannónia kupának volt a plakátja, hogyha jól látom. Igen, ez a, a tavalyi Magyar Bajnokságnak volt a, hát a pólója. Mm, Van-e rajta olyan madár, amelyik hozzátartozik, illetve te milyen madarakkal foglalkozol, Levente milyen példány egyébként? Hát a, konkrétan a pólón az én, én madaraimból nincs rajta, viszont a kiállításokon is én elég sok fajjal bemutatkozok, mert még Zoli csak egy fajjal, én nagyon sok fajjal foglalkozok, tehát nekem a pincsfélék, fűr, fogolyfélék, vízimadarak, papagájok, konkrétan minden. Kalandor. Ami, amit lehet. Kalandor. Igen. <laughs> Egyszerűbb egyébként csak egy egyfajjal foglalkozni, mint Azt mondjuk... Azt gondolom, a... igen. Azt gondolom, igen, illetve szerintem ez valamilyen fokon korral is jár, hogy amikor az ember még fiatal, akkor keresi önmagát a madarakban, és, és van az az időszak, amikor már letisztult, és tudja az ember, hogy mivel, mivel szeretne foglalkozni, és hát én, nekem nagyon-nagyon nagy élmény, hogy amikor mondjuk Magyarországon csinálunk egy ilyen bajnokságot, ami teljesen, teljesen nyílt a, a közönség számára is, egyébként jóval odébb lesz, tehát november 8 és 10 között a Vasút Történeti Parkban lesz az idei nagy ö, bajnokság. Ez ilyen National Bird ö, több tízezer embert szokott egyébként bevonzani, és nagyon jó érzés, amikor azt látja az ember, hogy a gyerekek a szülőkkel ö, teljes... Ö, ragyogó szemekkel próbálják ezeket a madarakat beszkennelni, és hát én biztatok mindenkit arra, hogy hogy, 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 megfelelő módon utána járva a tartásának ne, ne féljenek attól, hogy akár egy, egy emeletes házba is egy, egy, kis madarat bevinni, mert, mert az egész napodat át, átformálja. Hol lehet tartani ennyi madarat? Te például hol tartod, mert ugye itt elhangzott, hogy nagyon-nagyon sok madárral foglalkozás, és akkor tulajdonképpen teljes embert kíván, tehát egész nap velük kell foglalkozni? Hát én olyan naponta olyan másfél-két óra hosszát foglalkozok velük, és nekem minden madaram egy kinti külső voljerekben vannak, különböző madárházakba, tehát az egész hátsóból madárházból áll kategória. Vannak, akik szabadtartásban, tehát például a madarak, azoknak van egy kinti szabadúsztatójuk, és övék az egész kert. Vannak, akiknek nagy röbdék, vannak, vannak, akiket tenyészfakban tartok, tehát fajfüggő, hogy, hogy ki hol van elhelyezve, de egy kinti folyamatosan kinti tartásban vannak nálam. És fontos, hogy jól érezzék magukat. Nálam egyébként egy teljes alaksor van nekik berendezve, tehát hogy igazából az, amit mi voliernek hívunk, az az ő léptük, léptékükhöz képest egy nagyon kellemes mozgást lehetővé tevő, repkedős kis, kis környezet. Mi éppen most építkeztünk, és hát a madárház hamarabb készen lett, mint a hálószobánk, úgyhogy úgy, itt vannak, vannak bizonyos prioritások, és hát rengeteg, rengeteg kilométert az ember a, a, a hobbia érdekében. Itt, én, itt az elmúlt években sikerült bevezetni a, a díszmadarasoknál is egy ilyen, egy ilyen relikvia gyűjteményt, és, és amerre megyünk, mindenhonnan, mindenhonnan ö, gyűjtjük a relikviákat. Itt az asztalon az én érmeim közül mondjuk van, van Hollandiából aranyérem, ö, utána Portugáliából ö, aranyérem, tehát hogy így így megyünk, és az egész év arról szól, hogy, hogy, hogy ezekre a kiállításokra megpróbálunk a lehető leggondtalanabb és legboldogabb madarakat felkészíteni. Még egyszer gratulálok, és további sok sikert kívánok. Köszönjük, köszönjük te, szépen, köszönjük. köszönjük.